A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Fogas Kérdések című magazin műsorunkban, és ahogy szoktam mondani, újfent eltelt egy hónap, úgyhogy újra válaszokat kapunk fogas kérdésekre, mégpedig dr. Csulak Fuzsina doktornőtől, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok. Üdvözlöm. Elsőként is azt hiszem, hogy tartozunk annyival, hogy megköszönjük a televízió nézőknek és a rádió hallgatóknak, hogy ilyen lelkesek. Én magam is meglepődtem, megmondom őszintén, hogy mennyi kérdést kaptunk, és igaz, hogy ebből jó pár érkezett a rádió csatornákra is, ahol egyébként a Várfog Dental által megtámogatott műsorunk, az Orvos Válaszol jelentkezik minden csütörtökön délután a délutáni műsorsávban. De itt a televízió nézők is nagyon aktívak voltak, úgyhogy még mielőtt belemennénk sára fogragasztásába, vagy fogszabályzó ragasztásába, jönnek a kérdések, és vannak egészen hosszúak is, úgyhogy akkor kezdjük. Tisztelt doktornő, az lenne a kérdésem, hogy esetleg foghiány megszüntethető-e fogszabályzó készülékkel? Ezt ön tudni fogja, nekem fogalmam nincs, hogy mit jelent a jobb felső ötös, és a bal felső ötös fogamat kellett kihúzni gyökérkezelés után. Sajnos implantátum nem alkalmazható, mert nem áll rendelkezésre elegendő hely. Maximum csontpótlásra lenne lehetőség, de mivel 22 éves vagyok, ezt nem ajánlották. Ezért gondoltam még esetleg erre. Nem tudom, butaság-e? Köszönöm előre is a válaszát. Hát, Szilágyi Zsuzsanna írta nekünk. Nagyon jó kérdés. Jó kérdés? Nagyon szuper. Tudunk rá válaszolni? Abszolút, igen. Van is ilyen. Idézgessek belőle, vagy megvan az egész akkor? Felfogtam. Oké. Okay. van is ilyen páciensünk, egyébként pont folyamatban lévő kezelés is, kicsit idősebb, egy 40-es hölgyről van szó, akinek rögzített fogszabályozója van. Ugye itt attól is függ, hogy milyen az alapvető eltérés, tehát hogy egyébként fogszabályozó javasolt-e, illetve hogy az adott helyet föl tudjuk-e használni, például picit torlódottak a frontfogak, vagy előreállnak a frontfogak, és akkor ezeknek a helyeknek a felhasználása az úgy történik meg, hogy mondjuk az egymáson lévő frontfogakat szépen hátrafele úgymond elrendezzük, és felhasználjuk ezt a helyet a többi fog számára. Úgyhogy ez egy abszolút jó elgondolás. Ilyenkor, az olyankor szokott előfordulni egyébként, amit itt a hallgató vagy néző kérdez, amikor régóta, tehát hogy már sok idő eltelt a fogáltávolítás után, és úgymond elfogyott a csont mennyiség, és az implantálás az azért nem lehetséges, mert nincsen csont, amiben elhelyezik az implantátumot, mert az arcüreg belenyúlik ugye ebbe a területbe. De ez ilyen, nem korfüggő. Nem feltétlenül korfüggő, de hogyha mondjuk volt egy fogáltávolítása 5 évvel ezelőtt, akkor egyrészt a szomszédos fogak bedőlnek ebbe a résbe, beszűkítik a helyet, tehát nem tudnak szélességében sem megfelelő implantátumot elhelyezni, illetve leszűkül az a terület, amibe a csontba, amibe lehetne helyezni az implantátumot. Aha. Tehát ez egy abszolút kivitelezhető dolog fogszabályozással, és ha egyéb eltérése is van, akkor még abszolút jól is jöhet. Aha. Kedves Zsuzsanna, nem butaság, mert hogy ezt írta a végére, hogy nem butaság el, szerintem akkor ezek szerint ez egy remek kérdés volt, és örülök, hogy ilyen szakmai alapon kérdeznek, nekem is lenne egy mély tartalmú szakmai kérdésem, hogy pontosan akkor tegyük tisztába, hogy melyik a jobb felső és a bal felső ötös. Hát, hogyha középről elkezdi számolni, itt van a két egyese, jobbról-balról, akkor kezdjen el ötöt számolni. Öt visszafelé, és akkor megtalálja. Erre ötöt, meg erre ötöt, és akkor megtalálja. Okay. Igen. Egyébként, hogyha van egy mondjuk fogszabályozás miatt érkezik páciens, és mondjuk előreállnak a frontfogai, és ezt úgy tudjuk megoldani, hogy hátra vigyük, hogy fogat kell eltávolítani, akkor például ezeket a fogakat szoktuk eltávolítani egyébként is. Köszönjük szépen a kérdést. Van másik is, egészen sok van egyébként. Tisztelt doktornő, 12 éves lányom 2/4-es fogát kellett kihúzni, úgy látszik a hallgatóink, a nézők tudják ezeket pontosan, hogy mi melyik. Igen. Fogszabályzás miatt. Azért választottam elsőre ezt a két kérdést, mert itt fogszabályzásról van szó. Két egészséges fogról van szó. És a kérdés a következő, nem megterhelő-e egy
egy ülésben két fogat kihúzni, hát gondolom akkor ugye egyszerre. Köszönöm a válaszát, üdvözlettel, Rozi. Rozinak válaszoljunk tehát, hogy 12 éves a kislány, kihúzták a két négyes fogát, és hogy nem megterhelő-e. Maga a beavatkozás az nem. Tehát, hogyha a beavatkozást kérdezi, akkor anyu nyilván hosszabb ideig tart két fogat kihúzni, mint egyet. Az utó panaszok meg nyilván egy fognál egy fog hiány utáni fájdalom lehet, illetve az a kellemetlenség, hogy mondjuk nem tud azon az oldalon enni két fognál, meg akkor nyilván kettő. Tehát inkább az utó panaszok azok, amik nyilván duplája. Tehát, hogy dupla, igen. Tehát, hogy maga a beavatkozás az nem lesz megterhelő, az érzéstelenítést az sajnos nem lehet megúszni, mivel két oldal van, ezért két oldalt kell bezsibbasztani, így ugyanúgy, ha kétszer megy a foghúzása, ha egyszer azzal sem tud úgymond nyerni, annyi, hogy nem kell kétszer elmenni a beavatkozásra, de maga a beavatkozás ideje az picit hosszabb lesz. Még mielőtt belekezdenénk Sára történetébe, hiszen jártunk kint megint a Várfogdentánál, és végignézhettünk és rögzítettünk is egy beavatkozást. Van még akkor egy harmadik kérdés, és az összes többit pedig akkor, illetve várjuk is az újakat, és áttesszük akkor egy hónappal későbbre. Jó napot kívánok! Felül már csak 7 darab fogam van, így kezdi. Igen. Metsző, szemfogak és egy kisörlő. Hogy lehet megállapítani, hogy a fogak túlterhelés vagy bakteriális gyulladás miatt fájnak? Azt írja itt a... Igen, nem tudjuk, hogy ki ő, nem írta alá. 6 hete még csak 2 fogam fájt, spontán és nyomásra, most már a kisörlő kivételével mindegyik fáj, tehát hogy nyomásra. Uh-huh. Szóval itt az a kérdés, hogy ezt hogy lehet megállapítani, hogy túlterhelés vagy bakteriális gyulladás, tudunk erre innen a stúdióból válaszolni? Vagy ezt látni kellene inkább? Hát nyilván látni kell, egy vizsgálat, röntgen, vagy esetleg CT felvétele lesz, meg lehet állapítani. Ha egyébként épp az ínye, azok a fogaképek, akkor valószínű, hogy a túlterhelés az, amit ezek szerint lehet, hogy már volt mondjuk fogorvosnál, és ott azt javasolták, hogy a túlterhelés megakadályozása miatt. Hát az, hogy ugye nincsen elegendő fog az álcsontba ahhoz, hogy rágásra a rágóerőt elbírják. Tehát ugye egyrészt, tehát amit mondott, hát igen, fogam. Egyrészt, ahogy mondta, leírta, hogy ugye elő vannak fogak, meg egy picit hátrébb, az ugye elég kevés. A rágóerő az itt hátul a legnagyobb, tehát ott terhelődik legjobban egyrészt az ízület is, másrészt pedig a rágófogak is, és nyilván azért vannak ott nagy, háromgyökerű, széles rágófogaink, amik ezek szerint ennek a páciensnek hiányoznak, és az összes többi foga viseli ezt a terhelés tulajdonképpen, amik ráadásul egymástól távol vannak, sokkal nem is erre vannak kitalálva, tehát nem erre születtek ezek a fogak, hogy ilyen rágóerőt elviseljenek, és hogyha mondjuk alul van esetleg akár fogsora, vagy akár egy teljes megtartott fogazata, bár ebben az esetben nem feltétlenül gondolom, hogy így van, akkor ez igen nagy terhelés ezeknek a fogaknak. Ha egyebet nem lát rajta, nincs ínyvérzése, nincs ínygyulladása, tényleg akár meg is vizsgáltatta is, és azt mondták, hogy ezek a fogak egyébként épek, a fogágyép, akkor ez a túlterhelés lesz. Köszönjük szépen még egyszer, nagyon hálásak vagyunk ezekért a kérdésekért, és én a magam részéről mindenkit biztatnék, buzdítanék még, hogy bátran kérdezzenek. Említettem, hogy a Vörösmarty Rádióban minden csütörtökön délután Orvos Válaszol című magazinműsorunk a Várfogdentál támogatásával itt is lehet kérdezni. A rádiócsatornáink keresztül és a Fehérvár Televízió elérhetőségein is tudnak nekünk kérdéseket feltenni. Hát egészen pontosan doktornőnek, mert én a magam részéről ugye nem merek. Zsolt is nagyon jó. Merek. Hát csak reménykedünk ebben. És akkor egy hónap múlva újra válaszolunk ezekre a kérdésekre. Doktornő, kint jártunk a rendelőbe, nem olyan régen, és többször említettem már Sára nevét. Hát Sárával egy komoly alkalom volt. Megkapta a fogszabályozat, ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon igyekeztünk a legjobb képeket kigyűjteni ebből, de azért így bevezetőként mit látunk most, mi történt kint a rendelőben. Ha jól emlékszem, akkor én például be sem mehettem akkor ott konkrétan. Hát egy kicsit sokan voltunk ugye egyrészt a páciensnek kell azért... Nem baj, hogyha elfér, igen, ő azért a székbe az ő helye biztos, akkor ugye a fogszabályzó készülék ragasztásához, illetve az előkészületekhez ugye az asszisztens dentálhigiénikus kolléganő ül a páciensnek a bal oldalán, én meg ugye a jobb oldalán, és a
akkor volt még egy kamerás, úgyhogy az úgy már sok lett volna. Úgyhogy a Sára anyukája is odakint várakozott. Ilyenkor egyébként így szokott lenni, hogy a szülők bejönnek, a főbb információkat megkapják, elmondom, hogy mi fog történni, a gyerkőcöt ugye ellátjuk, és amikor készen vagyunk, akkor majd ki általában megvárják kint. Ez egy, a ragasztásra az egy általában egy órát szoktunk hagyni, mert maga az előkészületre is idő kell, elmagyarázzuk ilyenkor, hogy mi fog történni, letisztítjuk a fogfelszíneket, amire felkerülnek majd a fogszabályzó elemek, illetve megtanítjuk a fogtisztítást, erről mindig írásban is kapnak tájékoztatást a páciensek, és minden alkalommal ellenőrizzük is, hogy ez megfelelő-e, és akkor utána tud felkerülni a fogszabályzó készüléknek a ragasztott elemei, ezeket pedig utána kiegészítjük az összes többivel, és ez mindenkinél egyedi. Uh-huh. Tehát van akinél viszonylag egyszerűbb, tehát mondjuk megvan minden foga, minden fogra lehet ragasztani, egy ívet kell csak bekötni, de nagyon különböző mindenki, attól függ, hogy mit hozott. Megnézzük ezeket a pillanatokat, vagy legalábbis belenézünk ebbe a folyamatba, kapunk egy kis bevezető doktornőtől túl még mindezen, és akkor én a magam részéről, tehát ahogy mondtam, egy hónap múlva hívom, várom ide a televízió nézőket, és várjuk a kérdéseket a már említett felületekre. Doktornő, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést. Remek kérdéseket kaptunk, köszönjük szépen. És akkor most irány a Várfog Dentál. Most a Sára kapni fog egy ragasztott alsó-felső fémfogszabályzó készüléket. Ugye a múltkori alkalommal megtörtént az első vizsgálat, állapotfelmérés, röntgenek, fotók, illetve a kezelési tervet is megkapta. Most az fog történni, hogy először előkezeljük a fogak felszínét. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen speciális polírozópasztával eltávolítjuk az esetleges lepedéket, elszíneződéseket, előkészítjük a fogfelszínt. Behelyezünk egy szájterpeszt. Ez a szájterpeszt fogja eltartani az ajkat a fogaktól. Így fogom tudni felhelyezni egy ilyen száraz környezetbe magát a fogszabályzó készüléket. Itt ugye minden egyes elemet egyenként fogunk felragasztani a fogakra. Most ez fog történni, illetve behelyezünk egy fogszabályzó ívet is, ami elkezdi majd mozgatni a fogakat. Ilyenkor elmondjuk ugye a páciensnek, hogy egy nagyjából 3 óra múlva fogja érezni, hogy lesz egy kis feszítő érzés, és az első 3 nap az, ami egy kicsit kellemetlen, illetve nyilván van egy megszokási időszak. Most az étkezés egy kicsit más, oda kell figyelni, hogy miket fogyaszt, tehát ilyen ragadóságos, kemény ételeket el kell kerülni, illetve a fogtisztítást fogjuk elmutatni majd neki, hogy hogyan kell a fogszabályzó készülékkel együtt a fogakat alaposan megtisztítani. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.